Sose gondoltam volna, hogy egy 800 éves freskó alakkal ilyesmi megtörténik, de ez van, megtörtént. Vizsolyon vagyunk, a református templomnál, és egy eltűnt, majd megkerült szeráfot, azaz angyalt keresünk. Pedig a mai Magyarországon nem csak egy kora középkori templom freskó különleges, de az ilyen igazi középkori templom is, a szeráf ábrázolás pedig egyenesen ritkaság. Vizsolyban még osztálykiránduláson jártam valaha, és emlékszem, mennyire lenyűgözött ez a tömény középkor a freskó töredékekkel. Archaikus Jézus, az utazók védőszentje, Szent Kristóf, valaha erre vezetett egyébként keresztül Lengyelország felé a fontos kereskedelmi út a Via Regia, és egymás mellett tűnik föl Szent György harca a sárkánnyal, illetve Szent Lászlóé a kunokkal. Vizsoly Miskolctól északra fekszik, közel a szlovák határhoz, a Hernád völgyében, és először 1215-ben Visluként bukkant ki az ismeretlenségből, hogy aztán később már egyházas Vizsoly néven nyilván a középkori templomával kapcsolatban említsék. A helyet Gertrud királyné német telepeseinek falujaként említik, de lehet, hogy már Gizella királyné telepített ide 200 évvel korábban németeket. Ispánsági székhely is volt, temploma pedig több tételben épült fel. Legrégebbi része a félkörös szentély, ennek aprócska ablaknyílása felett mutatta meg nekem magát anno az a démoni szeráf, ami 6 szárnyából 2 párral, mint fekete tollas kezekkel és lábokkal magát takarta. A maradék 2-vel pedig lebegett. És itt látható a híres vizsói biblia egyik példánya is, hiszen ez a templom nem csak a freskóiról híres, hanem itt nyomtatták Vizsolyban, méghozzá Károli Gáspár az első magyar nyelvű bibliát. Az angyalok szigorúan hierarchizált karában egyébként a szeráfok nagyon magasan álltak, közvetlenül Isten trónusa mellett, mint aféle bodyguard, ők voltak a őrzői. A szeráf szó az elemésztő tűzzel van kapcsolatban. Az Ószövetség lángoló teremtményekként írja le őket. A kerubok és szeráfok később az ábrázolásokon gyorsan összekeverednek, a kerubok átvették a szeráfok 6 szárnyát, a szeráfok pedig szemeket kaptak. Később a bukott angyalok is szárnyakat kaptak, maga Lucifer eredetileg is 6 szárnyú kerub volt. A vizsói református templom észrétegei alatt először állítólag 1940-ben az akkorit szolgáló lelkipásztor bukkant rá a freskó nyomokra, ami viszont a szakértők szerint biztos, a 40-es, 50-es években tárták fel őket. Aztán a 80-as években tüntették el, ez talán egyfajta lefedés volt, hogy később rehabilitálhassák. A freskók feltárását és restaurálását többször elkezdték, folytatták, majd abbahagyták, szinte évtizedenként egészen a 80-as évekig. Ekkoriban került elő, majd tűnt el a szeráf, és ez nem csak az én csalóka emlékezetemben van így, hanem amikor az osztálykiránduláson vásároltam egy képeslapot, ezt, ezen is rajta van. Hogyan és mikor tűnt el a vizsói szeráf? Az angyalábrázolás, mint tudjuk, a keresztény művészetnek egyik nagyon kedvelt, közkedvelt témája. A korai kereszténységben még szárny nélkül ábrázolták, hogy ezzel megkülönböztessék a pogány mitológiák szárnyas lényeitől. Az angyal szó eredeti jelentése hírnök küldött, aki az isteni üzeneteket közvetíti. Alakja a különböző kultúrákból és vallásokból hagyományozódott tovább és tovább, a görög-római mitológiában például Hermész vagy római változata Merkur kapott először szárnyakat a halántékára. Van, aki még emlékszik a máv régi szárnyas kerék emblémájára? Merkur volt az istenek hírnöke, az utazók, utazások istene, de szárnyai Ámor Cupidónak is voltak. Aztán valahogy ő lett az őse a keresztény angyalábrázolások puttóinak is, ahogy a korábbi vad és félelmetes sorsangyalok a barokk korban pufók, gyermeki aranyossággá szelidültek. Az eltűnéssel kapcsolatban három lehetséges verzió van. A legkézenfekvőbb,
hogy egy későbbi sikeres feltárás során eltüntették, mert valami más került elő. A legszomorúbb, hogy esetleg nem lehetett ezt a régi és nagyon értékes, ritka képet visszaállítani. És a leghihetetlenebb, hogy esetleg egy túlbuzgó restaurátor műve volt. Nagyon sokáig én is ebben a hitben voltam, és akkor update, ez a legutolsó fordulat. 2015-ben a Seraph újra visszakerült a falra, azért, mert egy későbbi vizsgálat kimutatta, hogy egyáltalán nem egy lelkes restaurátor túlbuzgó varázslása volt, hanem valóban ott volt a kép. Most sokkal világosabb lett, de egyik oldalán egy őrző kerubbal, a lábánál, illetve a lefelé hajló szárnyainál az élet és a jó és a rossz fájával. Ez egy valamilyen paradicsomi édenkerti állapotot mutat. Végén áruljuk el, hogy hogy hívják azt, akinek ezt az először eltűnő, majd újra meglelt Seraphot köszönhetjük. A restaurátor Seres László volt.